Nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre a Berente TV-n, de szerencsére még arra nem vagyunk képesek, hogy a szagokat is átvigyük a nézők otthonába. Itt állunk a Berentei Műfházban, ahol felújításra került a nagy terem parkettája. Az intézményvezető urat kérdezzük, hogyan történt ez a beruházás, milyen módon, és mi volt ennek az apropója. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Berente Televízió nézőit. Hát, mint köztudomású, a járvány miatt az ország kulturális intézményei zárva vannak, és ezen idő alatt is azért igyekszünk hasznosítani az itteni dolgokat, munkaidőt, olyan dolgokat megcsinálni, elvégezni, ami esetleg egy teljes üzemelés, üzemmód esetén kevésbé kivitelezhető. Ilyen például, ami a napokban történt, hogy bizony a Művődési Ház nagy termének a parkettájára ráfért egy kiadós csiszolás, újralakkozás. Ez történt meg a múlt héten. Egy vállalkozó csapat nagyon szépen megcsinálta ezt a munkát. Csillog, villog minden itt a nagyteremben a laktól. Azért vannak itt illatok is, hát igen, elég töményen lehet még érezni az illatát a laknak, de folyamatos szellőzéssel azért igyekszünk ezt tompítani, és majd ha kinyithat mindenütt a művelődési ház, a könyvtár, a múzeumok, akkor itt is teljes fordulatszámra pöröghet fel újra a helyi kulturális élet, és egy megszépült, megújult környezetbe tudjuk majd fogadni a rendezvényeinkre ellátogatókat. Ha emlékeim nem csalnak, az elmúlt legutolsó nagy felújítás óta harmadik alkalommal van újra lakkozva. Nagy költsége van ennek, vagy egyáltalán miből sikerült ezt megoldani így a pandémiás helyzet idejében? Az állam évtizedek óta kírja az érdekeltségnövelő pályázatot, és ez így történt tavalyi évben is. A Berentei Művelődési Ház, illetve az önkormányzat mindig szokott élni ezzel a lehetőséggel. A korábbi években így tudtunk új asztalokat vásárolni, székeket, műszaki, technikai berendezéseket, és úgy gondoltuk, hogy ebben az évben a parketta felújításával próbálkozunk. A pályázatunk pozitív elbírálást nyert, így egy részben pályázati összegben, részben önkormányzati forrásból, mert volt kötelező önrész, így a kettőt összerakva sikerült azt a forrást előteremteni, hogy a különböző helyekről bekért árajánlatok alapján a legolcsóbbat elfogadva ez a munka a napokban kivitelezésre kerülhetett. Mi rendezvényesként többször találkoztunk olyan helyszínekkel, ahová mentünk dolgozni, ahol a hasonló felújítás után csak váltócipőben, illetve egy speciális filc papucsban engedtek be minket a helyszínre. Van esetleg terve az önkormányzatnak, a Művelődési Háznak hasonló korlátozásokra? Én, vagy mondhatom így is, hogy mi ilyet nem tervezünk, ilyen mint egy múzeumban, hogy mamusz kell húzni, hanem ugyanúgy bejöhet majd a rendezvényekre bárki az utcai cipőben. Hát igyekszünk majd, és hát erre kérem majd a rendezvényeinkre látogatókat is, hogy azért próbáljuk megvédeni, megóvni azt, hogy ilyen szépen fel lett csiszolva és lakozva a nagyterem. A székekkel sokkal óvatosabban kell majd bánnunk, lehetőleg ne itt az első alkalommal végigkaristolva az egész, mert akkor elég hamar kialakul ez a elég csúnya esztétikai látvány, hogy mintha fel se lett volna csiszolva. Úgyhogy ezt kérném majd, hogy azért kellő körültekintéssel használjuk a székeinket. Átjöttünk a kis terembe, ide fog átköltözni az orvosi rendelő teljes személyzete és berendezése az orvosi rendelő felújításának idejére. Mutassa be, intézményvezető úr, nekünk, hogy mi hol lesz, hogyha majd ide költözik arra rövid időre. Az önkormányzat a közelmúltban pályázatot nyert az orvosi rendelőnk felújítására. Nagyon szépen meg fog szépülni, illetve hát a különböző berendezési tárgyak, bútorok is kicserélésre kerülnek, meg a különböző orvosi eszközök is, amit ott dolgozók a
gyógyító tevékenységükhöz használnak. Ahhoz, hogy ezek a munkálatok felújítás nyugodt körülmények között véghez mehessen, ahhoz nekik onnan ki kell költözni. A védőnő a kastélyban lesz erre az időszakra, a polgárőr irodában, doktornő pedig ide a művelési házba fog átköltözni, ide a kis terembe, illetve egész pontosan a mellette mögöttem látható művelődési ház raktárba, szépen ki lesz majd erre a célra alakítva, a kis terem majd a váróterem lesz. Korábbi években egy hasonló felújítás során szintén ez a megoldás volt, hogy addig, amíg ez megtörtént, itt volt az orvosi rendelő, ez így lesz most is. Ez várhatóan márciusban fog megtörténni. A hátam mögött még lehet látni a művelődési ház székeit, ez majd visszakerül meg minden a nagy terembe, csak ugye ott a felújítás még a napokban fejeződött be, még ki kell rendesen takarítani, és utána kerülhetnek vissza a dolgok, és akkor utána rá tudunk térni arra a témára is, hogy mire ide átkerül az orvosi rendelő, minden szépen, kulturáltan úgy legyen kialakítva, hogy itt a betegeket, a várakozókat fogadni lehessen. Ez egy 25 millió forint körüli beruházás lesz, és reményeink 2-3 hónapig fog tartani, tehát tulajdonképpen ennyi türelmet kérünk majd a lakosságtól, hogy ezt az átmeneti időszakot így kell majd átélni a doktornőhöz érkezőknek, hogy 1-2 hónapig itt a művelődési ház kis termében lesz a rendelés, és a gyógyszertár felőli bejáraton lehet majd megközelíteni.